A mostani tárgyalásaink azok, azt is mondhatnám, hogy már reményeim szerint a finisét jelentik a tárgyalásoknak. Ezt az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról mondta Navracsics Tibor, az Unióval folytatott egyeztetés egyik fő felelőse. Céldátum van, én azt mindig azt szoktam mondani, hogy ha rajtam múlna, akkor már itt lennének az uniós pénzek. A miniszter ugyanakkor pontos dátumot ezúttal sem tudott megjelölni az uniós pénzek folyósításával kapcsolatban. Erasmus ügyben, amennyiben november végéig meg tudunk állapodni, az biztosítja azt, hogy a 2024 év második felétől is folyamatos legyen a finanszírozás, tehát a menetrendszerűség tartható. A kohéziós pénzek felhasználása tekintetében pedig nincs ilyen szigorú határidő, amint a jogállamiság ügyben visszajeleznek, és meg tudunk állapodni, reményeim szerint akkor megnyílnak a források. A miniszter arról is beszélt az újságíróknak, hogy a kormány hivatalosan igényli az Európai Uniós helyreállítási alap 3 milliárd 900 millió eurós hitel részét, hogy ezt mikor folyósíthatják, arra sem tudott egyértelmű választ adni. Hát egy nagyon hosszú célegyenesnek, nem tudom melyik szakaszán járunk, most már egy éve halljuk ezt, most már mindjárt lesz, és mindjárt megkapjuk az Európai Uniós pénzeket. Erről is kérdezem többek között Újhely István. Jó reggelt! Alapítót, jó reggelt kívánok! Most tényleg, Navracsics Tibor, láthatóan mindent megtesz személy szerint. Mennyire rajta múlik ez, mennyire a magyar kormányon, mennyire az Európai Unió akadékoskodása? Ez a magyar kormányon múlik, Orbán Viktoron. Hajlandó-e megegyezni, vagy nem? Régen mondom, itt az ATV stúdióban sokat elmondtam, hogy a magyar kormány, a rendszer összeférhetetlen, ez a rendszer az európai alapértékekkel. Ezért nem egyezünk meg. De mégis akkor mi lett a megoldás? Ön miben látja? Nyilván itt egy nagyon erős társadalmi elvárás, megmozdulás kellene, hogy legyen, de nincs. Mármint ami arra kényszeríti a magyar kormányt, hogy lépjen az ügyben is. Igen, látjuk, azt, hogy mindent megtesznek, mindent beadtunk már, meg igazoltunk, meg hazudnak mindent. Hazudnak sajnos. Jó példa mindez, ami most zajlik, hiszen az összes olyan Navracsics nyilatkozat, Gulyás nyilatkozat, Varga Judit nyilatkozat, ami az elmúlt egy-másfél évben született, mindig arról szólt, hogy mi mindent teljesítettünk. De hát mégsem. És a magyar kormány most is cserben hagyott több tízezer magyar diákot és kutatót. Lejárt a határidő tegnap estével. Nem fogják megkapni az ösztöndíj programokat. Ami még jövő évre van, vagy amely egyetemeknél, azok egyedi példák? Tehát egyedi szerződések alapján van, akinek áthúzódó teljesítése van? Így van, vannak olyan egyetemek, amelyek két éves szerződést kötöttek, még az európai döntést megelőzően, ők szerencsések. De a magyar kormány azt sem árulja el, hogy egyébként hány fideszesített, magánosított, közalapítványi formában működő egyetem érintett, és mennyi nem. Én ezt az Európai Bizottságtól tudom, próbálom most megtudni. De a lényeg mégiscsak az, hogy folyamatos hazugságban élünk, és a magyar lakosság nincs képben, hogy mi a tét. Miközben, hogyha tudná azt, hogy a magyar kormány súlyos kamatokért az unokáinkat is eladósítva vesz fel hiteleket a piacról. Most erre közel 4 milliárdra gondolom? A piacról vesz fel hiteleket, 1000 milliárd forintokban mérve, azért, hogy egyébként kényekedve szerint költhesse, hiszen abban az Európai Unió senki nem fog beleszólni. Ehhez képest mondjuk az Európai Uniós ennek a nagy segélycsomagnak a visszatérítendő, tehát hitellába, ami összességében Magyarország esetében 3700 milliárd forintos keret lett volna, tegnap este járt le a határidő, hogy megigényeljük, nagy nehezen megigényeltünk belőle 1500 milliárd forintot. Miközben ez nagyjából ilyen 1%-os kamatozású hitel, tehát igazából visszatérítendő, de egy baráti kölcsön. Miért nem akartunk 2200 milliárdot lehívni? 2200 milliárdból a magyar háztartások nagy részének az energia korszerűsítését meg lehetett volna csinálni, úgy, hogy ne legyünk kitéve a téli hidegnek, az orosz gáznak vagy olajnak, és hogy egyébként hosszú távon a környezetet is védjük. Mondja meg nekem valaki, hogy miért? Hát nyilván megmondja a kormány, hogy nem akarjuk kiszolgáltatni magunkat idegen hatalmaknak, úgymond. Ezért veszünk fel a piacot.
arcokról, akik könyörtelenül behajtják rajtunk. Azért nem vesszük föl, mert egyébként ezek az Európai Uniós például a hitel típusú források is, ezek súlyos feltételekhez kötöttek, és a feltételek nem mások, mint a korrupciómentes és jogállami körülmények között működő magyar állam. Ezt kellene mindannyiunknak észrevenni, és az első kérdésére visszatérve valóban az a probléma, hogy itt most egyébként, hogyha a magyar lakosság pontosan képbe lenne, hogy mi zajlik, akkor tömegek kellene, hogy követeljék a kormánytól, akár a diákok a saját jogaikat, a kutatók a saját jogaikat, de az a tapasztalatom, hogy még megszólalni sem mer egy-egy érdeképviselet, és a lakossági tiltakozás az a négy fal közti morgásban merül ki, de minden rendszernek vége lesz egyszer, mert a négy fal közti morgásból egyszer egy társadalmi robbanás lesz. Na most erre utaló jelek vannak már, ugye a diákok képviselői már egy hónapja bejelentették, hogy szeptemberben komoly tiltakozásba kezdenek, de még visszatérnek. Ma délután mindenki a Kossuth téren, a Egységes Diákfront rendezvényére. Erre céloztam, igen, meg 15-ére, meg továbbiakban is. De visszatérve, már szóba hozta megint az első kérdésemet, az Erasmus-szal kapcsolatban megint csak azt mondta Navracsis Tibor, hogy ő egy novemberi határidőről beszélt, és hogy valóban, hogy vannak áthúzódó tétek, de ezt már megmagyarázta, hogy miért bizonyos egyetemeknek van hosszabb távú. Mi a novemberi határidő, az mi lehet? Valószínűleg arra gondol Navracsis Tibor, hogy egyébként mindig 30 napja van, vagy nem mindig, de ebben az esetben is a magyar, ugye az Európai Bizottságnak, hogy bizonyos kormányzati intézkedéseket értékeljen. A magyar kormánynak több mint egy éve lett volna, hogy ezt megtegye. Én magam ebből a stúdióból is, és természetesen normális a munkának megfelelő módon, levélben és szóban is jeleztem a magyar kormánynak, hogy le fog telni a határidő. Május-júniusban a tárgyalásokat le kellett volna folytatni. Én emlékszem, hogy januárban vagy februárban Navracsis miniszter úr azt nyilatkozta Brüsszelben, hogy ittunk egy kávét a biztossal, és 5 perc alatt megállapodtunk mindenben. Ehhez képest most mi ez a novemberi határidő? Miniszter urat én sajnálom, mert pontosan tudom, hogy ő tudja, mi a baj, tudja, mi lenne a megoldás, és ezeket le is tárgyalta. Csak hazajön, és a miniszterelnök meg azt mondja, hogy nem, köszönünk szépen, mi nem kérünk az Európai Uniós feltételekből. Ugye azok a vádak is érik önöket, ön személy szerint is, meg általában az ellenzék oldali EP képviselőket, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy nehezítsék a kormány dolgát odakint, és hogy mindenféle kontrollokban segítik, úgymond az unió képviselőt. Hát hogyha innen ön kisétál a stúdióból, és éppen két suhanc megpróbálja önt kifosztani, én meg odaállok, és a ön jogaira, a törvényességre és a garázdaság elleni bűncselekményi tételekkel kapcsolatos figyelmeztetésre önök közé állok, akkor én kivel vagyok? Önnel, akinek megvédem a jogait, vagy pedig a rablókkal? De most itt például ez a bizonyos EP tényfeltáró bizottságnak a súlyos állítása a Magyarország jelentésben, ezek mennyire direkt helyszíni tapasztalatok, vagy mennyire az önöktől származó információkon alapult? Ilyen kérdéseket soha nem kapunk az Európai Bizottságtól. Én mondok egy példát, hogy mi az, amiben például tehát ők az itteni tényeket vizsgálták. Ha persze, és olyannyira, hogy egyébként nem csak társadalmi szervezeteket, érdekképviseleteket, hanem a kormányzati szervektől a hivatalos adatokat is, és a kérdésekre, kérdéssorokra a válaszokat is begyűjti az Európai Bizottság. Mondok egy példát, amiben egyébként én folyamatosan ütöttem, vertem a kormányt, és ezt nyilván tudják az Európai Bizottságnál is. Most elköltünk ezek szerint 1500 milliárd forintot energiakorszerűsítési, elektromos hálózat korszerűsítési programokra, erre igényeltük ezt a hitelkeretet. Többször figyelmeztettem a kormányt, hogy az Európai Uniós jogszabálynak feltétele egy széleskörű társadalmi párbeszéd. Nyilván nem önt vagy engem kell erről megkérdezni, mert nem biztos, hogy szakemberek vagyunk, de vannak olyan szakmai szervezetek, érdekképviseletek, önkormányzatok, akiknek a véleménye ott kellene, hogy legyen ebben a tegnap estére benyújtott tervben. A 67 oldalas magyar pályázatban és tervben tudja, hogy hány sor szól a társadalmi egyeztetésről? 3 sor a 67 oldalban. Navracsis úr el is célzott, hogy augusztus elején, 10-ig azt hiszem volt egy ilyen társadalmi egyeztetés. Készültem, tanár úr, kérem szépen. Július 28-án egy eldugott pályázatokat tartalmazó kormányzati honlapra kitették a 67 oldalt társadalmi egyeztetésre augusztus 11-ig. Összesen 14 vélemény érkezett, azoknak a nagy része láthatóan ugyanazoknak a kollégáknak a haveri köréből vagy valahonnan
oda szólva, hogy így jöttek már oda. Túl széles körben ott kommunikálva arra célhoz. Bocsása, még egy záró kérdés, mert lejárt az időnk. Nagyon fontos a saját kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy ön viszont igyekszik minél szélesebb köröket megszólítani. Nem tudom, milyen felületen, a Facebookján, vagy hogy gondolja ezt a bizonyos új kezdeményezést, mely szerint olyan témákat szeretne majd időről időre szóba hozni az Európai Uniós üléseken is, ahol az önök választói dönthetik el, hogy milyen témákat vigyen nyilvános szavazásra. Soha nem csinált ilyet senki, fél percben el tudom mondani. Szeretném azt, hogy egy-egy kiemelt témában az európai parlamenti képviselőjük, az önök európai parlamenti képviselőjének szavazatát befolyásolná a közvélemény, ezért kiteszem az összes információt, szakmai háttéranyagokat, és egyfajta szavazást folytatok arról a közösségi médián felületein, hogy milyen módon szavazzak a magyar társadalom érdekében. Kipróbáljuk ezt most. Ez ugyanolyan, mint a jövő heti 100 szó rendezvény, ahol szeretném azt a kultúrát visszahozni, hogy vitatkozzunk, beszélgessünk egymással, és abból legyenek közös döntéseink. Újhely István, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.